Filmekről beszélni olyan, mint építészetre táncolni. A hetedik sor azért megpróbálja. Ti mondtátok rovat. A Ti mondtátok rovat eheti témája a hülye filmcímek, és itt ülünk a stúdióba Csizivel, Josh-sal, Eszterrel és Annával. Sziasztok! 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 Te kezd el, Csiz, miért ezt a témát dobtuk be, illetve dobták be az olvasóink? Talán még minden az erőszakikkal kezdődött, mert nem tudom, hogy most már pár hónapja volt egy videó bejátszás, és ott elkezdett mindenki gyalászkodni, hogy jaj, de hát hogy lehetett ilyen magyar cím mert adni. Ugye hát rengeteg ilyen magyar cím van, és akkor gondoltuk, hogy ez milyen jó, hogy most mindenkiből előtör szikiszökevényestül, mindenestül. Josh? Nekem borzasztó fiatalkori emlékek törtek fel. Kemény videós korszakba megszámlálhatatlanul sok cím jutott az eszembe. Például a Kicsoda Harry Crumb című John Candy film, ami egyébként egy remek vígjáték. Ezt például a tévében sikerült Gyagyás nyomozás címen eladni, és megszámlálhatatlanul sok ilyen példa van még. Lányok? Én az Agymenők sorozatot azért nem kezdtem el nagyon sok ideig nézni, mert ez volt a címe, és ez nem ígér számomra túl sok jót, aminek ugye az angolul a címe, hogy Big Bang Theory. Aztán hála Istennek egyszer láttam belőle egy részt, és ez nagyon jó volt. Illetve még ami nekem nagyon fájdalmas, az a Tétova tínédzserek fordítás a Ghost World-ből, amit nem tudom, hogy sikerült összehozni, de az se volt túlságosan ígéretes. De ötlet van rá, mondjuk részedről például? Vagy tehát akkor gondolkoztál rajta, hogy mi lett volna a megfelelő, vagy egész egyszerűen ez már annyira ostoba megoldás volt szerinted, hogy... Én szerintem a Ghost World az megállt volna magyarul is, már mint a magyar címben. Aha. Tehát ez nem olyan kiejthetetlen, és a filmben, aki ezt megnézi, teljesen érthető, hogy miért ez a címe. Majd erre térjünk rá, hogy mikor kell az eredeti címet megtartani, Eszter. Hát én nagyon régóta angolul nézem főleg a filmeket és a sorozatokat, és én a Breaking Bad-nél döbbentem rá, hogy mennyire eltorzulnak a magyar címek, a totál szívás ugye magyarul, és én így nem is találtam meg, tehát azt hittem, hogy Magyarországon itt nem adják, és utána derült ki, hogy de van, csak nem ez a címe. És itt a fő problémát mi jelenti az, hogy rosszak ezek a szópoénok, vagy az, hogy teljesen öncélúak? Sokszor a forgalmazók is szerintem skatujába rakják magukat, ugyanis előjönnek egy címmel, ami nagyon meghatározza az adott filmet, és ha mondjuk az adott főszereplővel készülnek később, nem feltétlenül folytatások, hanem más filmek, például a 90-es években jellemzően a Póli Sor vígjátékok, akkor kénytelenek ezeket a címeket továbbvinni és beleerőltetni az új címekbe. Gondoljunk csak a Kőbunkó, Kő egy csapat, borzasztó, borzasztó címadás. Apádra ütök. Apádra ütök, vejedre ütök, stb. Vagy ott a Rob Schneider, ugye, aki kitalálták, hogy tök alsó, utána csak olyan cím jöhetett, amiben benne volt, hogy tök, köszönjük. De hát szegény Julia Roberts is, ugye ő volt a Micsoda nő, aztán lett oltári nő, és szerintem a férfiak egyből, amiben nő volt, már nem is nagyon nézték a moziban. Nyilvánvalóan ugye a forgalmazónak a célja pontosan az, hogy ugyanazt a közönséget tudja majd becsábítani a moziba, tehát hogy ezért ad ilyen utalásokat. Nem tudom, hogy erre vonatkozóan vannak-e ismereteink, hogy ez jellemzően magyar dolog? A kérdés jó, én annyit tudok, hogy Németországban nagy divat az, hogy az eredeti angol cím mellé tesznek valami beszédes német alcímet, de hogy más országban mi a helyzet? Ez engem is régóta foglalkoztat, hogy van erről vajon például egy tanulmány, hogy az emberek tényleg beülnek akkor ezekre a filmekre, hogyha tudják, hogy mondjuk a tök alsó, és akkor egyből összekapcsolják Rob Schneiderrel, és akkor a nagy Rob Schneider rajongók, hogy beülnek a filmre. Vagy ezt csak erőltetik évek óta, mert ezt valaki kitalálta. Eszter? Én úgy hallottam, hogy a forgalmazók ír sok esetben, hogy tegyenek, tehát amikor lefordítják a címet, akkor tegyenek bele valami olyasmit, ami utal egy másik sikerfilmre, hogy akkor bemenjenek a nézők. De ez nem talán olyan filmcím van, ahol ugye nem is erőlködnek és megtartják, de azért alápréselnek. Ugye az Interstellárnál is ugye gyorsan azért aláraktuk egy Csillagok között, meg szokták itt támogatni azért, hogy könnyebben kimondják szerintem ugye az emberek a pénztárnál jegyvásárláskor a filmcímeket, mert erről is lehetne, ez nem egy ilyen visszatérő téma, hogy amikor videótékáztam, az sok gondot okoz embereknek a filmcím kimondása. És amikor ugye a 10. ember jött a videótékába, hogy a Passió című filmet kérnénk, akkor de volt egy Gerard Depardieu film, a Vidok, és hát abból volt minden. Viadukt,
De azért gondoljuk vissza, mi az, aki filmekre, például szegény nagymama elvitte az unokáját, és a Csihiro Szellemországban című filmre akarta vinni, ott volt minden, Sihuhu Szellemországban, tehát nem könnyű egyáltalán a címet megjegyezni, ilyenkor szokták azt a mankot alkalmazni, az új Schwarzenegger filmre jöttünk. Egyébként valamiféle fejlődés lehet látni? Tehát, hogy körülnézünk, és azt gondoljuk, hogy többen beszélnek angolul, és megkockáztatják, hogy meghagyják az eredeti címet, vagy ahogy a Josh mondta, a német megoldás szerint hozzáraknak csak egy magyart, és nem csak a magyart használják, vagy ez az adott produkciónak mondjuk a színvonalától függ, és most is akár ugyanolyan eséllyel adnak rossz címeket, mint 10 éve. Hát most mekkora felháborodást keltett, ugye például a friss Ridley Scott film, hogy ott is mindenki ajongott, hogy ott volt egy könyv, ugye a Marsi, és utána persze már csak gyenge szóviceket szült a Marsi Anikó véget, hogy milyen jó, hogy Mentő Expedíció lett végül a végleges cím. Szerintem soha nem fognak úgy hozzáállni a forgalmazók, hogy egyre többen beszélünk angolul. Vannak olyan címek, ahol egyszerűen fölösleges egyáltalán új címet adni, például ahol egy név van, vagy pedig szerencsés esetben annyira adja magát a szó szerinti fordítás, hogy nem is kell meghagyni az angol címet. Ezért jó a legenda, hogy legenda, nem? Hát én szívesen mondanám, hogy azt látom, hogy a helyzet az egyre jobb lesz, de hát azért ne feledkezzünk el az utóbbi évek egyik legszebb magyar címferdítéséről, ami a Vive la France című filmet sikerült francia drazséka vagy francia borat robbantani Eiffel torony címen a mozikba küldeni, ami nem tudom, hogy kinek állt az érdekében, de ezúton is szeretnénk megköszönni. Az egy dolog, hogy ha mondjuk rossz maga a szóvic, akkor az ember mondjuk vakarja a fejét, de amikor teljesen elviszi más irányba a dolgot, tehát hogy nem az a néző fog bemenni a moziba, akinek szánták. Tehát most én felírtam például az Idétlen időkigelt, a Felforgatókönyvet, hogy ezek olyan filmek, amiket lebutított a címe. Ennek például akkor nem látom sem értelmét. Hát az Idétlen időkigelt talán annyiból megvédeném, hogy azért egy Mormotanap című filmre se biztos. De a Mormotanapnak kvázi üzenete volt. Relatíve, hogyha már láttad a filmet, akkor tudtad, hogy mit jelent. Én az Idétlen időkigelt azért nem tartanám olyan rettenetesen rossz címadásnak. Aha. Ráadásul ez, valljuk meg, azért itthon is főleg VHS-en kezdte el a sikersztoriát, tehát moziban nem volt akkor a siker, de egyébként tényleg az Erőszakik azért volt visszatérő, mert azért ez egy elég nagy kultfilm lett azóta, és én emlékszem, hogy nem árulom el, hanyadik szülnapomra volt egy mozi egy, amikor a premiéren másodmagammal kivitt ültünk, és pont azért, mert az Erőszakikra senki nem azt gondolta, valami idióta vígjátékra. És egyébként a legszebbek ezek a vicceskedő, meg hosszú című filmeknek a vicceskedő verziója volt, ez a Tudom, mit tettél tavaly nyáron, amit már a Tudom, mit tettélnél abba hagytak a jegykérés közben. Na és ennek a paródiája, Tudom, mit ettél tavaly nyáron, tehát azért van, amivel lehetne több év börtönt kiosztani. Azt hiszem, hogy szerintem ebből, bocsánat, meg kell nézni a jegyzetemet, mert ezt fejből képtelen voltam megjegyezni. Volt egy Wet Hot American Summer című film, ami kvázi a 80-as évek ilyen amerikai camp filmjének a paródiája volt, és azt Magyarországon Gyagyák a gatyában, avagy Tudom, kit fűztél tavaly nyáron címmel sikerült eladni. De vannak például ilyen véletlen butaságok, és most csak hirtelen eszembe jutott a Bolt, a Volt. Hogyha erre emlékeztek, mert ugye a kutyáról szóló film, hogy ott mennyi ideig gondolkozhattak, nem? Tehát ült egy stáb, hogy Boltnak hívják a kutyát, így nem nevezhetjük. A Volt jobb lesz. Igen, de viszont ha már tényleg annál vagyunk, lehet jó példákat is, ahol egy picit azért liraibbá tette a magyar fordítás. Például a Woody Allen filmcímeket nézünk. A Radio Days ugye azért az olyan szép, hogy Rádió Aranykora. Tehát van, ahol azért hozzá tudnak egy picit tenni. Most ugye előjött a Dallas Buyersnél, hogy ott például megkaptam, mielőtt meghaltam. Szóval van, ahol azért úgy kicsit tovább lépnek. Én nem szeretem egyébként, hogyha elrugaszkodnak nagyon. Tehát azért, mert hogy most meghalunk a szépségbe, és adunk egy olyan lírai címet valaminek, de van, ahol el lehet ezt az arany középutat, ugye? Szerintem vannak szép magyar filmcímek. Kövezzetek meg, de például szerintem a 8. utas a halál, az egy szebb magyar cím, mintha úgy hívták volna a filmet, hogy az idegen. Az nekem is tetszik, igen. Eszter? A Holló című film, ami
pár éve volt. Annak az eredeti angol címe a Varjú lenne magyarul, de hát az ugye magyarul elég nevetségesen hangzik, hogy a Varjú, úgyhogy azt például inkább hollóként adták el. Ez is például szerintem sokkal szebb, mint a Varjú valóban. Én még arra visszakanyarodva szerettem volna a Tapló télapót megjegyezni, amit mondtál, hogy nem a megfelelő célközönséget szólítja meg, mert hogy ugye a Tapló télapó alapján is lehet, hogy akár még a gyerekeket is beviszik, mert hogy azt gondolják, hogy egy ilyen botladozó Mikulásról szól, és hát abban minden van, csak olyan nem, ami a gyerekeknek való. És annak egyébként szerintem az eredeti címe se a legjobb, tehát hogy Bad Santa, az is ugyanaz, mint a Tapló télapó, és nem igazán arra utal, amiről a film szól. Jó, akkor most illusztráljuk néhány példával. Kedvenc 90-es évek HBO-n bemutatott vígjáték, amit annak idején rengetegszer láttam, az John Ritter felszereplésével volt a Stay Tuned című film, ami magyar keresztségben a Ránk borult a teledili címet kapta, ami, hát, mindenki ítélje meg maga, hogy tetszik. Címadások közül egyik nagy kedvencem, amikor édesapám hazahozta a videótékából a Ragadozó 3 című filmet, amiről fogalmam sem volt, hogy csináltak Ragadozó 3. részt, és valójában nem csináltak, mivel ez egy Mark Dacascos főszereplésével készült fantasztikus akciófilm, igazi low-budget Z-film gyöngyszem, eredeti címe DNA. Vagy Leslie Nielsen űrös kalandja, ami a 2001 A Space Travesty nevet kapta eredetiben, magyarul viszont Csupasz pisztoly az űrben, amiről hihetnénk azt, hogy Frank Drebin valami csoda folytán az űrbe repül, de nem ez történt, mert ez egy teljesen más film. Aztán itt volt még az utóbbi évek nagy trendje, főként a cirkóba voltak azok a filmek, amik három szóból álló címével lehetetlenség volt megjegyezni a magyar címet, például a Bortangó kapufa, vagy a Szerelem paszta tenger. Igen, ezek... és ez indította és ez a Bormámor Provence. És a Bormámor Provence indította el az egészet, ami ugye egy Russell Crowe főszereplésével készült film. Illetve még egy érdekes olasz példát szeretnék felhozni, hogy igazából a félrefordítással, hogy lehet saját magunkat egy kicsit megszivatni, ugyanis a James Bond, az első James Bond film, a Dr. No, Olaszországban Licenza di Uccidere, ami igazából a License to Kill-nek az olasz megfelelője címet kapta, aztán amikor bemutatták a License to Kill-t Olaszországba, akkor kénytelenek voltak ezt máshogy hívni, és Vendetta Privata lett az olasz címe. Anna is készült. Nekem még egy pár van itt fölírva, amiről még nem volt szó. Az egyik ilyen az a Szívek szállodája, Gilmore Girls, ami szerintem egyébként Gilmore lányok néven tök jól működött volna magyarul, mert ez egy hangulatos cím, benne van az, amiről ugye, ami ott egy fő motívum, a családi kötelék. Értem, hogy van benne szálloda, meg vannak benne érzelmek, de hogy azért ez a Szívek szállodája, ez nagyon csöpögős. És én szerettem azt a sorozatot. Én is. Aztán... Úgy jobb lett volna, az jobban tett. Aztán még van a Tenacious D in the Peak of Destiny, amiből sikerült egy Tenacious D, vagy a Kerek Rockerek címet gyártani. Oké, hogy egy Jack Black filmről van szó, és abban pont kerek is még a Jack Black, de azért ez is elég irritáló, ez a Kerek Rockerek. Illetve hát ahol egyértelmű, hogy a pénz beszél, az a Million Ways to Die in the West-ből, gyártottak egy olyat, hogy hogyan rohanja vesz Ted csupa nagybetűvel be. Ennek egyébként annyi köze van a Ted filmhez, hogy annak a gyártóit készítették ezt a filmet. Tehát, hogy nyilván itt arra játszottak, hogy akinek tetszett a Ted, az meg fogja ezt látni, és bemegy, mert azt gondolja, hogy itt is megint erről lesz szó. És az elég nagy átverés szerintem, mert hogy abban nincsen benne a Ted ebben a filmben. Oké, hogy egyébként ez se egy komoly mű, de itt azért tényleg az van, hogy amit az Eszter is mondott, hogy a forgalmazók itt szerintem beleerőltették ezt, mert hogy azt gondolták, hogy akkor ezzel is annyival több embert lehet becsábítani. Ha már itt felmerült ugye a Breaking Bad meg a Gilmore Girls, mind a kettőt én is szerettem, hogy mi a véleményetek a Sirhan művek címről, mert ott szerintem szép ez a Six Feet Under, és ott lehetett volna, azért mindenki tudja ezt magyarul is, hogy én nem néztem a sorozatot, kimenjek a stúdióból? Nem, de pótold, okay. Ezt ajánlom. És hogy itt például ugye jó egy családi vállalkozás, ami ezzel foglalkozik, de ez a Sirhan művek, ez nekem olyan... Tehát lehet, hogy komornak gondolták volna ezt a hat láb mélyen, vagy hogyan így fordíthattuk hát volna magyarra? Minden rész úgy kezdődik, hogy megha valaki. Én értem, csak hogy csak a bénán néz ki a tévéműsorban. Tehát az nekem ez ilyen American Horror Story.
Tehát ha egyébként az, hol tartották meg, mert ugye ott azt hiszem megmaradt az eredeti. Ott meg kell, igen. Szóval ugye ez nekem megint csak félrevezető egy picit, mert azt gondolná az ember sírhadművek, hogy na akkor itt kasszadarabolás, minden. Pedig ugye egy amerikai szépség írójától egy jóval összetettebb, szépen felépített családsorozat. Én szerettem a sírhadművek című. És a sorozatot is. Legközelebb a sorozatokról beszélgetünk, a mai témához is várjuk a hozzászólásaitokat. 7. sor.hu